Nyáron az Agyvaparti Fesztivál berkein belül rendezték meg az első jászsági pálinka mustrát. A rendezvényen 100 nevező, 110 minőségi gyümölcspárlata versenget a jászság pálinkája címért, melyet egy évig viselhet a nyertes pálinka főzőnedője. A legkiválóbb minősítést, azaz aranyfokozatot akkor kap egy pálinka, ha a szakavatott zsűrik szakszerűen kóstolták azt. Ezt a díjat mindössze 5 pálinka nyerte el. Gratulálunk neki, egy nagyon szép munka volt. A kitüntetett pálinka főzők nemzeti hungarikumunk népszerűsítéséért és a kiváló minőségű párlatok elkészítéséért cserébe egy finom ebédet fogyaszthattak el az Országház vadásztermében. A vidéki ember számára, hogy legyen egy olyan nemzeti ital, ami csak a miénk, mi termeltünk magunknak, a családunknak, ez egy fontos pillére volt úgy gondolom a vidékfejlesztésnek, és az a sok-sok rendes ember, aki tavasztól őszig dolgozik azért, hogy finom gyümölcs és finom pálinka legyen, és ezt a fesztivált felvállalják, ők egy ilyen ebédmeghívást kiérdemeltek úgy gondolom itt a parlamentnek a vadásztermében. Az aranydíjazottak közül 4-en már a helyszínen átvették az elismerést, azonban Mut József nem tudott részt venni a díjátadó ünnepségen. Ő a parlament vadásztermében vehette át serlegét. Köszönjük szépen a jászság nevében, és további sok sikert kívánunk. Elég széles szortimenttel jelentkeztünk, nekünk van egy pincészetünk, ami nem csak pálinkával, hanem borokkal is foglalkozik, mert én ugye Tolnamegyei Szekszárdi borvidékről származom, és ott nagyon fontos szerepe van a szőlőnek, illetve szőlőtermékekből készült pálinkáknak is most már, és így a cserszegi fűszeres szőlőpálinkával neveztem, és abban nyertem nagy díjat gyakorlatilag ezen a fesztiválon. Az ebéd mellett természetesen szó esett a magyar, illetve a jászsági pálinka főzés jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is. Itt az asztalnál már ugye a jövő évi tervekről is szó esett, illetve azt, hogy szeretnénk elmenni Gyulára egy szakmai útra, a Gyulai Pálinka Fesztiválba is szeretnénk egy kicsit beletekinteni, illetve hát kezd kirajzolódni egy jászsági pálinka lovagrendnek a megalakítása is, ami most egy kicsit ugye ősszel jobban ráérnek az emberek. Ezt átgondoljuk, átbeszéljük, és egy megfelelő háttér szervezettel, egyesülettel ezt elkezdjük csinálni. Annyi tehát biztos, hogy nem először volt pálinka mustra a jászságban. Továbbá megkérdőjelezhetetlen az is, hogy az intén aranydíjjal elismert Batthó Károly pálinkája legalább ugyanolyan finom a jászságban, mint Budapesten, a parlamentben. Köszönöm, minden jót kívánok!